Lehet rendben lesz hozzá, de... Mi? Dehogy is. White Western Star. Ez a világ legerősebb vasa. Ha egyedül van. Figyelj, egyébként kirakhatok neked egy 3-as pótos Kenworth-öt. Az is erős áll. Mi lesz ez? Na, nem kell venni csapatot, megyei csapatot, Karcsi, csak simán össze kell szedni 8 havert, aki kvázi tud focizni, tehát magyar viszonylatban az azt jelenti, hogy van lábuk, meg egy feje, amivel tud fejelni, és akkor már megyéből már simán kijutsz. Van lábuk, amit el lehet fogni. Hát, igen, meg ők is tudnak. Az nagyon lényeges. Mit csinálok egy nappal? Itt lehetne a autóba menni. Most egyébként a már foci, ez a Rossinak most azért nem tudom, a magyar válogatott nem teljesített olyan nagyon jól. Biztos lesz valami kis következménye. Svájc miért nem esik jól neki? Ezt nem tudom értelmezni, én nem vagyok jártas a fociban, csak annyit tudok, hogy egy meccset nyertünk, és emiatt volt esélyünk. Nagyjából nekem ennyi szülődött le az egészből. Hogy lehet ezt lepakolni? Merre vagy egyébként? Még messze, jó? Akkor addig elmegyek 2 tégláért. Jó. Igen. Jó lesz. Nagyon szarul ment Svájc ellen az első fél időben. És a másodikban? Ott megkapták az emelést a srácok, és jól játszottak. Mint a klasszikus hopi viccben. Puskás öcsiben. Ja, értem. Volt javulás, csak már veszett fejszámot. Hát... Formán kívül voltak a srácok. De ez az, amit nem értek meg. Mi az, hogy formán kívül voltak a srácok? Hát basszus, itt van egy, nem is tudom mi ez, EB vagy VB. Mi az, hogy formán kívül? Hát az, hogy erre kell gyúrniuk. Mi az, hogy formán kívül? Mi? Hétvégén túl sokat szaunáztak és kimerültek, hogy mi? Nem már. Még erre edzettek, meg ilyesmi. Szoboszlai sérülten játszik. Hát. És akkor... Nincs másik. Igen, azért van még egy pár focisták Magyarországon. Érted, a stadionok országa lettünk már lassan. Csak van már itt egy-két focista, aki tud egy-két cselt. Egy-két figurát.
Hát jó, oké, NB1-ben lévő csapatok együtt egy rakáskod ki. Hát most tényleg velem, mit kezdeni el? Talán nem kéne nekik olyan kurva sok pénzt adni akkor. Érted, ha nem kell jól játszani és sok pénzt kapna, megértem, hogy nincs motiváció, hát úgy én se értem. Én se dolgoznék, hogyha érted, nem kell dolgozni. Minek? Hát megkapod a pénzt, nem is keveset, érted? Bár úgy világ viszonylatban se. Kevés. Hát most... Nem hiszem el. Na mindegy. De ez egyébként, ez pont olyan, mint politikáról beszélget. Tehát ez a... ingreszelés igazából. Igen, is mindenkiért. Hát, ja. Focsolod meg a politikához mindenkiért. Így van. Főleg mi. Meg kéne nézem, hogy merre kell mennem. Na, mondjuk látszik is jó, semmi. Micsoda, Anglia egyszerűen is szarban van, mert így is... Mert őt például meg is próbálták utolsó meccsen. Na, hát ez te legalább érted, egy őszinte hozzáállás a szurkolók részéről. Nálunk meg mi van? Érted? Végre egy meccset sikerült nyerni a válogatottnak. És már mi vagyunk az Isten császárok, és épül a következő stadion. Nem, de értsd. Rixből 2, így van. Én nem tudom, én nem ismerem Rossit, meg az ő... Ezt fordítva kattam. De ilyen cokik és kölkik van itt. Hol? Ahol vagyok éppen. Jaj, tudom, az olyan, mint a Maine-be volt. Ott a kastély alatt. Ja, talán olyan nem megszom. De ez jó pofa. Ugyan azt a hidat hozták át. Nem tudom, én tényleg nem ismerem a Rossinak a karrierjét, hogy milyen edző, minden. Nyilván egyébként a csapaton is baromi sok múlik, tehát hogyha ignorálja a teljes csapat az edzőt, mondjuk, lehet akármilyen edző. Hát ez meg ugye a csapatot kell ismerni. Az még nem sok ember van, aki tényleg ismeri őket. Meg benne van abban, hogy most tulajdonképpen mi is van. Tom, én lassan majd vissza fogok érni egyébként. Jó, majd várlak. Ja, te már ott vagy? Jó, hát akkor... Várjál. Tényleg várj meg. Pici. Hát jövök lefelé. Várják, Karcsi, mindjárt elolvasom, hogy nem akarok elsüllyedni feltétlenül itt a dagonyában. Így harmad gyenge EB csoportban voltunk, amikor elsőként jutott ki a csoport. Hát jó, hát most... Az is eredmény végül is, csak... kérdése, tényleg. Már látom a várost. Majdnem látom. Mm-hmm.
Western Staron van daru, ugye? Van. Jó, királyság, jó. Egy nincs. Én úgy emlékszem, van. Van. Oké, a benzinkútnál vagy, vagy merre? Meg fogsz látni. Ó, látok, jó. Na figyú, a középső az ötből. Ide bekanyarodok. Párhuzamos parkolás, így. És akkor back. Hát akkor párhuzamos pakolás ebben az esetben. Igen. Az az. Figyelj, tedd a tetődre. A, tudod, a, úgy, oda. Kicsit még előrébb, vagy hátrébb. Hátrébb, bőven. A kabinnak a tetejére. Órára teszem. Hát az sem rossz végül is. Csak magas ez ide a sziporkád. Igen, megoldom. Az az, zsír. Zsír. Biztos sokat lát a űrge. Hát nem neki kell látni, nem neked. Tökéletes a kilátás. Ennyi. De. Ennyike. Hú, hinnye. Figyelj, én előre engedlek. Főleg ezen a rögös úton. Én itt nem tudom, hogy milyen gyorsan fogok menni. Biztosan nem gyorsan. Tehát, hogy... Viszont utána meg lesz a garázs. Csak egy csomó mindent át tudunk ingyen hozni. Nekem se árt. Mi hosszú utak vannak ebben ezen a pályán? Igen. Igen, igen. Ha mióta megyek egy pályát. Egyébként ez a mocsaras rész, ami ott lent van, az egyáltalán nem vészes. Ötös póttal mentem ott, full megrakva high-ba. Megérezte a vas, de azért nem volt olyan nagyon katasztrófa. A beton húk vagy ízi aszfalt húkpanókon inkább csak high-ba megyek. De gyimakoljam le teljesen az vasat. És így is sikerül hallani. Ezt nem hiszem. Jó, akkor lóba megyek, vagy nem tudom, lóbuszba megyek hallani. Ennyire nem ér le az óra azért ennek. Hát te látod. És itt is leér, hallom. Ez ilyen a világon nincs. Na, ha el is megy rosszul, akkor kérdés, hogy ki jön a helyére. Majd, hogy valamelyik profink előavanzsálja magát edzővé, és akkor már is minden oké lesz. Megadjuk neki a lehetőséget. Beiratjuk a Fradi egyetemre, hogy a milyen egyetem van, várjál. Puskás van. Puskás? Aztán onnantól kezdve, ó, hallod, szórni fogják a fiaink a búlba. Meglásd. Na, gyerünk. Ennél nincs tovább, nem viccelj, Karcsi, hát azért nem hiszem, hogy egyébként ez csak az egyszerű kérdés lenne. Hát, hogy azért, na,
jó. Lehet egy edző akármilyen jó, hogyha maga a csapat szar. Meg vicce vele, hogy akármilyen jó lehet egy csapat, hogyha viszont az edző szar. De mindegy. Túlságosan belementünk ebbe a témába. Jobbat, mint akartam volna. Süllyedünk. Mi ott van a vincsapat, basszus. Mennyi mora. Mennyi. Nem akarok egy sárba. Jó, bocsánat. Jobbulás. Vagy egészség, vagy mit? Nem beszéltem. Allergia, vagy? Allergia inkább. A hideg nincs, tehát hogy... Az nincs. Most kezd picit visszaülni. Érzem, mint a tablakban. Igen? Oh. Valami picit ellő van. Most, hogy végre van itt szúnyog, három is ki tudom nyitni ezt az ablakot. Az... Ennyi ez van. A jó helyen kéne menni, nem itt a mocsárba. Hát nálam most itt három ablak van nyitva, én még nem érzem azt a nagy leülést. Jó, de mondjuk te beton dzsungelben vagy. Milyen beton dzsungelben? Hát házak vannak körülötted. Még ott vannak fák is, igaz? Hát, olyan nagyon közel nincsenek. Jaj. Mondjuk, jó, persze. Igen, vannak itt házak, hogy közel vannak. Nem is kicsik. De mondjuk itt van a Duna is. Nekem is. És most pedig a fa a földön. Na hogy történt? Borulás. De szép lassan, semmi hirtelen mozdulat. A felső. Ja, meg is van. Csak semmi kapkodás. Csak semmi kapkodás. De a cuki benne, hogy visszaborítom a kötélen, és újra felborul. Szép lassan. Hát valahogy húzd előrébb, hogy valami. Ja, már megvan. Már ja? Visszavonítok. No probléma, ez megoldom. Na, mindjárt lesz jó kis garázsunk. Jajajaj. Lehet, hogy ide jó is biztos. Készüljetek. Már csak nem tudom hány száz méter. Pedig már nem is pakolom újra. Ne! Egy érzésem, hogy meglett a napi második borulás. Nem, még nem. Még nem. Ilyen fura hangot akadt ki, Zoli. Bocs. Mint ha borultál volna. Nem, még nem. Ez próbálkozik borulni. Nem. Az utolsó 100 méter van, ugye, úgy kell ezt. Azaz. Na, te meg itt közé mondtad, hogy jaj, gyenge lesz. Aztán te ülsz a világ legerősebb vasában. Most hullok fel. Jó, ezt megúsztuk borulás nélkül. Vidi. Legyen videó? A dolsó méteremen borul meg. Videó? Mehet? Mehet. Stabil helyen állok. Ott a szép garázsunk. Hát igen. Yeah! Best truck, new truck. Second, így. Jó, okés. És akkor most már be tudunk menni a garázsba? Garázs. Várjál, ez biztos? Gerik, diszkavert. Jó, oké, innentől már jó. Oké. Fájintos. Fájintos.
így van. Kéne tenni ezt a 3 métert, hogy nem borulunk fel. Mint az előtt. Jó. Oké. Szia kúcsós, szép estét kívánok. Na nézzük, mit vigyünk tovább? Azt a szentét. Ájá, mit voltam már a garázson, nem? Egy scout fuel trailert kell elvinni. Kerjet oda. Ő, hát azért nincs közel. Hát mivel vigyük? Jó, hogy el kell vinni, tudom. Szerintem átozok egy túloldalról egy Chevy-t. Chevy van itt? Vagy valami ilyesmi van? Chevy, így van. Átrecoverezem. Hát nem kicsi map, abszolút. Így van kucsó. Teljes mértékben. És ezt hagyján. De kemény is a cú. Pályák, ezeket is áthozzuk. Kaphatok egy olyan járművet, amivel... Nem. Ami ön tehet vontatni és van rajta, szereld? Meg. Persze. Persze. Milyen márkát óhajt az úr? Hát nem tudom. Mindegy. Ne. Ezeket nem szeretem. Mondd meg, mit kérsz. Zixet. Ja, hogy az itt nincs. Zixet? Jó, de figyelj, én adok neked Zixet. Tényleg azt kérsz? De a kicsit kapod. Nem a kicsit. Figyelj, akkor a... Nagy Zixet. Várjál. Eszembe jutott egy autó, amit neked tartogatok. Ajaj. Várjál, hol van? A mocsárba jól menj. Na, most az a baj. Nem ez az? Nem ez az? Nem tudjuk, mi ez a mocsár. Mocsár? Ez jó. Na, hol van? Ez az. Nem ez az? Nézd már, eltűnt az a jó autó. De kár. Na, azt mondod. Jó van, figyelj. Fix and fuel up the truck. Transtar. 40-70, azt akarod megcsinálni? Azt, meg még másik kettő. Na, kiraktam a garázs elé neked egy jó autót. Jó, mert én pont oda megyek a garázstól. Vagy nem garázs? Nem, itt nincs garázs. De van. A várostól. Most már van, de nem itt a városban. Jó. Kiraktam neked egy jó autót. Innen nem tudok a városból odájutni könnyen? Hol vagy? Hova? Hát ahol ezt az utcot meg kell javítani, én látom, oda el tudok jutni, csak mivel, nincs mivel. De hova akarsz eljutni még egyszer, melyikhez? Hol a garázsra amúgy? Hát amit most mondott a Tom. Na hol a garázs amúgy? Hát itt a... Ja, ott keleten. Van. Ahol sok minden van. Ja, látom, Tom el is egy indult. Szereg. Jó, hát akkor... Akkor is megyek a város felül arra. Jó. Nem ez, melyik volt ez a... Nem. Akkor főküldi lett volna ez a traileres. Igen. Oké. Hát kucsó, ez nem egy kis pálya, így van. Ez azért nem így, hogy ketten-hárman vagyunk, azért ez sokkal kellemesebb, mint úgy amúgy. Mond? És ezeket a... Ja, bocs. Mond. Ezeket a curtain side-okat pedig azokat arra kell vinni, amire én megyek, mert ott fogok javítani a coastal frustration-nél. Igen. Akkor viszont egyet elvontatok magammal, ha már itt vagyok. Itt látok jó. Kettő. Jó, maks. Ez ugyanaz a kettő? Tom, neked meg... Ja, te már elindultál, jó. Itt kell. Én már megyek. Hegyen, völgyön, túl vagy. Jó. Ha valaki vihetné a másikat. Hát... Én most egy scout trailert fogok elvinni a világ végére. Page up, page down. De nem tudom. A bal oldalit kell vinnem, jól látom? Jó, akkor a bal oldalit. Majd. Mind a kettőt oda kell vinni majd, ja?
Hát jó, csak nem ugyanaz a stage, mint a kettő. Amúgy. De ott van mind a kettő, tehát hogy egyébként bevatott húzni, tényleg. Hát olyan csak egyet tudok. Ha az egyiket fölcsatolod, a másikat meg megvincseled, akkor oda tudod vinni. Igazad van. Jó, hát akkor megnézzük. Hát csak kérdés, hogy tudsz-e fölcsatolni. Mindjárt, te tudok. Ilyen leszbi üzemmód, tudod. Hát nem tudom, hogy lesz-e, de majd meglátjuk. Rossz felé mentél, Tom? Én? Nem. Ja, neked azt kell ott. Azt is. Szóval kérdezett, hogy merre kell menni, akkor mondja, hogy nem tudom. Nem tudom. Hello. Hello. Igyekszem, csak még nem kapcsoltam be a diflokot. A villogókat, bocsánat, azokat nem kaptam belőle. Na, milyen vasat kaptál? Jó, nem? Rodás. Kijön a kis fonalt. Milyen kis fonalt? Hát felcsatoltam két utánfutót. Ez egy kis vonat. Most fényképezd le. Vagy várjál, úgyis megyek arra, hogy lefényképezem én. Egész csipet csapat megy arra. Igen. Össze fogunk találkozni. Segítsek egyébként húzni? Tom. Nekem már most. Nem, Tomnak. Akkor mondjuk együtt. Hú. Jó. Ez főborul. A semmibe. Hát ez a sebesség átka. Megy, mint a barom, aztán utána megy. Tényleg Mastodont kértél volna? Hát itt már be Mastodon. Ke? Ezt most nem... Tényleg jöttek itt sorba. Bizony. Nem hülyeségből mondtuk. Figyelj, ez biztos elhúzta volna. Világból kihúzza. Hát jó, persze. Hát abban mi a... kihívás. Na. Csak vigyázzatok, mert én is jövök szembe, és nem tudok nagyon szűk híven menni. Egy nem baj, én pici vagyok. Jaj, még úgyis árba. Egy mergök. Pici vagyok, székre állok a picsába, úgyse látok. Szia, Gergő! Hello! Hello! Hoppá, bocs! Pívesd nekem! Hát ez kész! Nem így terveztem. Ki aznál, hogy el vagyok ragadva a sárba, mi? Elkenődött a szélvédőreny. Egy kicsi, egy bogár, igen. Igen. Egy Chevy bogár. Csináltad a csoport képet? Jönöm! Jövök! Csinálunk csopi képet. Én nem arakszolok előre, nem arakszol, mert... Mennyi? Persze, semmi baj. A közösségnek gyártjuk a tartalmat, te meg leszarod az egészet jóval. Igen, full. Hát ez... Kegyetlen, kegyetlen. Viszont akkor jó fényviszonyokat is csinálok. Hát már ideje. Jaj, de billeg ez a szar, azt a mindenit, na jó. Várjál. Itt gyorsabban nem szabad menni. Ott nem szabad, ott max low pluszba szabad menni. Azt is csak úgy óvacsosba. Hát én már azt sem próbálom, már csak a sima lóba. Várjál, Geri, állj meg, állj meg! Igen? Állj meg! És már látom Tomot szembe jönni. Jön ez a vonat is. Bocsi! Bocs! Bocs! Most nem tudom, hogy hogy oldjuk meg ezt a csoportképet. Egyébként. Én ott pont elférek, várjál. Bocs! Igen, ott látom, hogy szegény, rommázunk. Rám borul. Ja, rám fordul. Hova viszel a szegény 40-70-eset? Jó kérdésem úgy. Az jó. Meg akkoriban a Metal Works-ben.
városon túl. Mm. Nem a felső faktori, hanem alatt a lévő. Na jó, várjál. Hát itt megpróbálok elférni. Elférsz. El. Hát csak várjál, csinálunk valami jó kis fotómódot. Jó messziről. Így. Ez az. Kicsit följebb. Hogy lehet emelkedni? Fölnézel és nyomod a W-t. Ez így itt tök jó. Végfotó. Tus! Az álom. Az álomcsapat. Oké, okay. Megvagyunk. Megvagyunk, mehetünk. Mindenki dolgozzon. Jöjjön a lóvé. Virítsd a lóvét, virítom. Egyébként kucsú nem olyan vészes ez, csak vannak egyébként nagyon haladós küldetések. Például amikor föl kell menni a szanatóriumhoz. Ja nem, observatórium. A szanatóriumhoz föl kell menni. Na, az egy jó küldetés. Azt élvezni fogod. Nem olyan vészes egyedül. Tessék? Nem olyan vészes egyedül. Szerintem se egyébként. Én úgy csináltam, egész hamar meg volt. Hát amikor a... három... ...drilling... vagy olyan riget kellett vinni, az volt szivatós. Ja, az volt. Az nagyon az volt. Na, és én azt egyedül csináltam, szóval az... Hát ne hős vagy. Följöttél volna a Discordra, és akkor csak ebből fented magad, hogy kijön snowrunnerni, túrni a sarat, és akkor már is öten rád ugranak. Ajaj. Várján, be kéne jelölni az utat. Nem ezt. Nem árt néha túrni, hogy tulajdonképpen hova akarunk menni, és hogyan. Ja. Így. Ott föl. Anyám. Hát jó lesz. Na, papesz is egyedül csinálta. Mondjuk így már értem, hogy hogy van az, hogy valakinek mondjuk van benne 3000 órája a játékban. Ha egyedül végig viszed a játékot, akkor biztos, hogy ennyi időt kell hozzá. Hát nekem már csak a izék hiányzik a... A négyes év? 12. De hát kijött a 13 is. A 13-at már megcsináltam. Ja. De hogy tényleg ezt mondtad is, hogy hát csak belekukkantott, ezt véletlenül megcsináltad. Ja, megesik. Ja, hogy itt kéne fölmenni. Aha. Az ott az út. Jó. Nem is tudom, hogy most hány órán van így a játékban. Hát ezt könnyen meg lehet nézni. Hát tudom. Közben másoknak is segítettem. Ja, ilyen hülyéknek, mint én. Hoppa. Ugye ez már a lámpa. Játék közben is meg lehet nézni. Persze. Megnyitom a Steamet, ott kiírja. De tényleg ti Steamesek vagytok, jó? Jaj, nyugod. Meg geekek. Minden 100%-ra megcsináltál, Popesz. Az igen. Gratula. Az azért az tényleg. Ráadásul egyedül, hallod. Én is elkezdtem a 12-t, csak
inkább elmentem Minecraft-ozni. Közben beleúztál egy pár ezer órát Minecraft-ba. Amúgy tök jól halogtam az éven a akváriumban. Na. Tök jól állok. Jól néz ki már. Na, majd mutasd meg stream után. Jó. Még nagyon az early stage-be láttam. Illetve hát a franc se tudja, hogy az early volt. Annyira nem volt az early, nem? Annyira nem. Mondjuk már nem tudom, mikor láttad, melyik állapotában. Hát szerintem, hogy 3 hónapja. Kérem szépen, a játékban van 673 órán. Olyan kevés. Aha. Oké. Okay. Akkor te is csak ilyen hobbi játékos vagy, jó? Jó, akkor kivittem 12 szízet egyedül. Na itt van az a híd, ami a mainbe volt. Mainbe volt. Jó képet róla. És egy egészen szép kis köves út is van itt. Ami nagyon jól lehet haladni, viszont mivel hogy köves, azért sérül is minden. Fölmenni. Hú, anyám. Hajrá! Hajrá! Mennyi? Épp. Trailer nélkül mondjuk jobban menne. Most már rajtad? Van. Hát az a küldi, hogy fel kell vinni ide a hegy tetejére. Az is jobban menne 2 trailer nélkül, de... Ez az biztos. Itt a... Tűzd a sárba. Vadvilág védelmező ügynökök házához kell vinni ezt az üzemanyag trailert. Ennyire nem zöldek, hogy üzemanyagot használnak? Hát ló helyett nem, hát abszolút nem zöldek. A lovak legalább, érted? Hüvetlegelnek, az kezdet csokorú. Hogy mész? Hova mész? Igen, és azt konvertálják mozgássá, mi? Így van. Meg kakivel. Ronda nagy kakivel. Ott laknak? Nehogy eszít, hogy az olyan nagy ronda nagy. Annak a nagy része hasznosítható. Mint a tevének, hogy ez ilyen régetik? Nem, a lóinak. Nem mondja, igen, a tevének is, de... Ismerősöm, ahol tartott a lovakat. Azt hittem tevét. Nem, lovakat, és ő mondta, hogy majd eltakarítja az aranynál takarító csapat. Aranynál. A csirkék szétszedik. Voltak ilyen sárgalábú csirkéi. Sárgalábú csirkék? Igen, hát ez valami speckú típus volt, de mindegy, az a lényeg, hogy állítólag a 89%-a a hasznosítható egyéb zöldetevő állatok számára. Mert ugye annyira nem emészti meg. Úgyhogy igen, amúgy tényleg eltakarítják a csirkék. Wow. Na, ezt nem gondoltam volna. Hát rövid az emésztő szakasza. Pedig ezért... mekkora bentője van? Hát igen, de nem kérődzik, ne felejtsd, de a többi kérődzik ugyanekkora méretben. Hát jó, ez igaz. Kérődzés az dupla annyi emésztése, tehát sokkal több ideig van benne a kaja, a lóba viszonylag hamar átmegy. Azért addig többet is eszik. Ez igaz. Illetve, hát gondolom, hogy igaz. Hú, nagymamámnak volt nagy álma, hogy majd lesz lova egyszer talán.
Hát sajnos nem valósult nem, meg. Nekem is amúgy az vicces lehet. Saját ló. Hát... Azért nem... Egyszer majdnem lett is. Elég olcsón adták volna. Csak ugye a fenntartása sok egy lónál. Hát igen. Meg a gyógyszer. Ha gyógyszerre van szükség, uff, az nagyon drága. Hája. Na nézzük, hogy van egy Offroad Scout trailert innen. Kell elvinni. Ó, anyám. Jó. Hova kell elvinni? Service Hubhoz. És Service Centerhez. Jó. Akkor menjünk oda. Én nem tudom, hogy hogy. Itt le lehet menni, szerintetek? Hát ott nem tudom, hol vagy. Hát, ugyanazon a térképen pedig. Legalább ennyit tudunk, igen. Hű, az anyád. Ez jó lesz. Üzemanyag forrás sem ártana majd. Még ez az Offroad Scout trailer. Itt nem lehet lemenni. Ajá. Biztosan le lehet menni. Hát nem éri meg. Nem éri meg. Vagyunk az úton. Na, ezt nem értem. Mit? Hát itt van ez a Curtain Side trailer. Elhagytam egy kicsit, mert nem tudtam menni. Tehát elengedtem a vincset. És nem tudok többet rávincselni. Nincs meg a vincs pontja. Wow. Pedig zónán, zöldön belül van. Az érdekes. Azt én nicht festélyen, szóval. Hát... Igen. És ha lecsatolod a mi rajtad van, és mögé eljárt. Mondod azt, hogy detach, megpróbáljuk. Akkor meg túl messze van. Mert egyik trailerről a másikra akartam át. Ha. Nem lehet az, hogy a két pont nem látja egymást? Hát igen, de hogy? Nem tudom. Ez idegesítő. Csak egy ötlet volt. Mert Expeditionsből ebben szívok mostanában. Hogy az alacsony járművek nem látnak át a dombon. 8-as pótnál van az, hogy azután nem mindig enged azért vincselni dolgokat. Át új helyen. Nem mint a sűrűn használni. Hátra felé vincselt az 8-as pótnál. Aha. Hát jó. Szia! Hello! Ja, csak kedves feleségem, köszönöm. Ja. Na gyerünk! Hú, várja, már itt egy autó. Ja. De most miért nem tudok menni egyébként? Miben akadtam el? Lehet, hogy üzemanyag nincs. Ez még menne 9-en. Miben akadtam el? Fába. Gyökérbe. Külbe. Jó, a buli csak sok paraszt. Kutocsok, bocsánat. Oksi, Karcsi, jó pihenést kívánok neked. És köszi szépen, hogy benéztél. Ezt a fleet-szert meg kell javítani, vagy itt mi? Meg kell javítani, és majd elszállítom. Na várjál, akkor viszont itt javítok rajta egyet, jó? Fleet-szert. Hát nem is kell neki sok. Nem. Meg van javítva, tessék. Hát akkor szállítsad is le. Hát de nekem mást kéne leszállítanom itt. Hát jó, de addig vidd el, ahol a pótot felveszed. Így nyert az... Az jó lesz. Én is scout-tel húztam ezt el. Ne bolondozz. Ezt a dögöt. Aha. Tudom már melyik kell, de... a dögöt. Turn on engine.
Na, elindult. Ő hallod, ez ki fogja zabálni itt a benyomat. Most tudom, merre kéne menni. Lefele. Ja, jó, oké, kösz. Itt nem mondasz. Köszön. Veled is csak többen vagyunk. Ajjá, most tényleg. Tényleg csak egyfelé lehet menni, jó? Nem szóltam akkor. Lehet alvóba kerül a gép. Ja. Ja jó, oké. Várunk vissza. Bocs, azt én azt hittem elköszöntél. Ne haragudj. Még kijön itt mellettem. Ki? Nem tudom, hogy madára. Kell üzemanyag? Kell. Hát 160-an van még, úgyhogy most még jó vagyok, szerintem. Nekem kell. Hát több map túloldalán vagyok. Nem kellenek a kifogások. Ájjá, most merre? Mindegy, erre. Na, csak próbálom felrakni a trailert. Te most visszatolatod? Mi? Ja, csak erre jobb az út, mint ott a csárba. Jó pár evé, hát megőrülök komolyan. Ne örülj meg. Még ne. Na, végre. Ne kerülni. Ó, milyen jó kis, kis horgásztanya van itt a szentélyt. Arra jobb az út. Hogy mentél? Ja, ó. Hát én azt most már nehézzen. Erről nem készül kép. Na. Mi ez? Kikapcsolt a motor? Hát... Na, majd addig húzd a mentét, tudod? Hát még tudom. Ja, akkor jó. Csak a ló sima lóba kikapal, a ló mínuszba úgy okés történet, csak nyilván így egy kicsit, hogy mondjam, szánalmasabb a sebesség. Na, gyerünk! Na jó, ez ennyi volt. Majd értem ennyit. Oksi, ja, hát javítani már nem kell. Annyit tudtam se benne segíteni. Bocsánat, jó. Viszont beborítottam neked egy kicsit az árokból, nem baj. Ez tökéletes. Ott kell tárolni az ilyet. Talán csak a helyre itt. Persze, az útba hagyni az autót. Á. Ez köcsökség. Mint az állatok, mi? Na, van már. Komolyan. Ez egy scout. Olyan mattájárral, mint az atom, hallod. És elakad egy semmibe. Aztán az atomra lehet olyan kereket rakni. Az atomon azért vannak új kerekek, ja. Nem is kevés ráadásul. De az. Még egyébként megmondom őszintén, nem teljesen értem, hogy mi az értelme az atomnak. Főleg egy Mastodon után.
Nem mindenki vette meg a Mastodont. És akkor az Atomot ugyanannyiért megfogják? Mondjuk ez jó. Ami gyengébb? Hát persze de üzemel, akkor ékosabb. Hát egyen, igen. Azért Mastodon se rossz. Már takarékosság szempontjából. Hát figyelj, egy pénztárhoz képest nagyon jó. Jó, igen, pénztár. Itt a kecskéd. Na, belementjük a folyóba, itt most már vissza kell hűni. Meg. És ott villódzik a jármű ikonja is. Jaj, de jó. Pillanat, mindjárt kipróbálom. Ez egy jó jármű. Ő, ez mekkora hót hallok. Azt a... Doktor. De mi a szar ez? Hát mi? Mi a szar ez? Hát hogy őszintén? Tűrészlap, meg ilyesmi. És a benyó van benne legalább? Nincs. Ó, hálaj csodás. Ó, na mindig. Na, az nem meg te... Ott, na meg. Egyszer tapott, na da ére. Hűha. Massivus. Na, jár, recovery. Megnézzük, mit tud. Ja, akkor ezt is használjuk, jó? Jó. Ez kell. Multipurpose, nem? Offroad kell. Annak lehet állítani a magasságát. Jó lesz. Aktívan. Az aktívan ugye tudod állítani, hogy alacsonyan üljön, vagy ma. De annak mi értelme? Hát hogyha borulékonyság kontra cuccot viszel sár aszfalton, akkor kevésbé borulsz föl, de hogyha sárba mész, akkor föl tudod emelni, és nem akad föl minden kavicsba. A drágább snorker az alacsonyabb, mint az olcsó? Wow, hát, oké. Okay. Na és mit tegyünk rá? Hát nem tudom. Már mit lehet? Nézzük meg, flatbed, simán rámegy, daruval, mondjuk. Az lehet, hogy menni fog simán. Simán. Jaj. Olyan. Jó, várjál, csak elakadtam. Miben? Na most. Kellett hozzá egy kis időt váltani. A defeat, hogy meginduljon. Jó. Hát ez nem is rossz. Az rohadt jó, az évas. Hát ez nem rossz. Hát senki nem mondta, hogy rossz. Hogy valaki mondta? Jaj, nekem viszont figyeljetek, nekem kelleni fog a Coastal Frustration, ez van más is. Valaki leszállította már? Igen. A Wooden Planks-et? Igen. Igen. Ja jó, tényleg nem látszik a feladatnál, oké. Okay. Semmi baj. Igen, tényleg le van szállítva. Na jó, azt majd kipróbáljuk akkor. Kiraktam-e a Mac-et fölturbózva? Ha esetleg valaki ki akarja próbálni. És oda kell elvinni. Jó. 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 Na nézzük. Mondjuk az tök jó, hogy alapból all-wheel drive-os. Mármint azért a Mac. Hiszel az ár? Kell.
Ne. Új. Mit történt? Hát borulás közeli élmény. Ó, harmadik típusú találkozás. A gödörrel. Igen, van egy gödör bizony. Hoppá, bocsánat. Semmi. Gyere. Kirántod. Jádasz, kijött, jó van. És hát csak vissza kéne csatolni. Ez gyors volt. Hát igen. Felséget szokott törülni? Manapság nem ér. Igen, manapság nem érünk rá ilyen hülyeségekre. Oj, hallod, ez a pót. Ez nehéz, én úgy érzem. Yeah! Kész a híd! És már egyik is akkor állt rajta, és viszem ezt a két curtain side-ot. Oh yeah! Király vagy! Megkeresem szerintem. Ez a special order for the builders. Azaz, mellé küldi. Igen. Kent Factory, tehát konzertje. Na most megyek. Mibe akadtál el? Babám. Aha. És nem lehet vele vincselni? Ja, várjál, valami volt. Ah, beleakadt a kereke a fába. Ó, ennek így kilóg. Oké. Így már értem. Áú. Mi a? Jaj. Mi történt? Hát, ennyire kicsit fájt a köhögés? Ja, nem. Ráfutottam egy azért a ilyen beton tumóra, az nullába verte a kerekemet, a felfüggesztést, meg a tankot. És mi a baj? Hát semmi. Csak ennyi. Egy ember. Azt a kutya. Hát ez a bitumen nem megy ez a kerék fel. Nincs nyomaték, nem tud felmenni. Hát hagyd ott az egyik pultot. Hát jó, de ez vicces, hogy ott az aszfalton nem tudunk. Hát az egy Matt Tire, persze. Igen. Vagy nem is Matt Tire, de offroad. Offroad, ugye? Nem tudom, mit adtál. HX-el mész, akkor az offroad. Highway. Azaz. Megint nem találja a... Nem megörülök. Na, gyerünk már! Én már megyek. Nem neked mondom ennek a jó Chevynek. Nem recovery! Jaj. Szét vagy esve? Nem. Dehogy. Há? Soha. Soha se nem. Én olyat nem szoktam. Hát itt el kell tudnom. Azért ez is behúzza a 10 litereket. Jó kis Chevy. Az igen. Ej! Bocsi! Hallod, mennyi madár repülünk mindenfelé? Az állatok. Tud az egyénesen menni?
Hát amúgy... Új. Amúgy tud. High-ba mondjuk. Csak ugye annyira, annyira nagy ez a pót ennek a kis autónak. Ment súlyban. Most kiálltad itt a utat. Jaha, jaha, igen, a kis másfél tonnás kis sevivel. Hát olyan csík van itt húzva. Mint a csiga olyan. Nyomot hagyok magam után. Ja. Ja, széttúrtam neked a terepet is. Tudtam, hogy arra kell menned. Uh-huh. De kicsit meg is csúszkáltattam a hátát. Egy pót szétverje ott a talajt. Az jó.